Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk beszélgetés sorozatunkat az álmatlan hajnalokról, amelyet a tokiói olimpia okozott nekünk, hiszen fantasztikus magyar sikerek születtek. Ugye, talán emlékeznek rá, Kovács Saci az olimpiai bronzérmes öttusázó volt az első vendégem, utána következett Búzás Gábor kollégám, aki a röplabdát és a tollaslabdát közvetítette Tokióból. Most pedig itt van velem Cserta Gábor, tisztelettel köszöntelek, aki a vitorlás sikerekről fantasztikus fotókat készített, ráadásul a helyszínen, ami korán sem mindegy. Örülök, hogy itt vagy velünk. Ahhoz azonban, hogy erről is tudjunk beszélni, egy kicsit menjünk vissza az időben, hiszen a Cserta család egy fantasztikus család. Én még emlékszem, 4 esztendeje volt ugye a Prokultúra kitüntetés, amelyet a Cserta család kapott. A 4 gyermek, 2 fiú, 2 lány, édesanyja és az édesapa. Ugye a Cserta családot tudjuk, hogy te magad fotográfus lettél, aki néptánccal és nagyon sok mindennel foglalkozol, erről fogunk beszélgetni. Ugyanakkor a 2 lány is, a lánytestvéreid is néptáncosok voltak, most óvónő Judit, Kata üzletiska, illetve Balázs pedig követte édesapátokat, tehát zenével foglalkozik alapvetően. Jószerivel Fehérvár kulturális életét lefeditek, ha itt tetszik, és ez a jogosan jött díj, ez a városi elismerés is ezt bizonyítja. No, viszont azt arról beszélnünk kell, hiszen a te pályafutásod rendkívül igényes és sokszínű. Ugye a hitvallásodról a honlapodon úgy szerepel, hogy Balaton vitorlázás, tánc, színház, folklór. Ugye a néptánc az nem maradhatott ki az életedből semmilyen értelemben, és a folklór is ehhez kapcsolódik, és a tánc. A vitorlázás és a Balaton meg szintén kézenfogva jár, ha úgy tetszik. Viszont hogy döntöttél a fotográfia mellett? Ez itt a nagyon-nagyon fontos kérdés. Melyik volt az az első pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy ezzel szeretnél hivatásszerűen foglalkozni? Nem tudom. A rengeteg néptáncfesztiválra, amerre mi jártunk, oda volt még egy fekete-fehér filmes gépem, és akkor ott azt én nagyon szerettem dokumentálni, hogy ott mi történik. Aztán amikor a Bugádba jártam középiskolába, akkor ott az újvári tanár úr, de pont most idefele gondolkodtam, hogy ő mindezenek mellett japán szakos is volt, vagy ő volt a Fehérváron a japán társaságnak az elnöke, ha jól tudom. Ez így vicces Tokióval párhuzamba állítani. Nála kezdtünk el középiskolába, a Bugádba az egyik osztálytársammal fotózni igen sokat. Tehát én ez a fotózás, ez középiskola. Ugye magadról azt hallod, hogy autokrata fotós vagy, ami azt jelenti, hogy bizonyos értelemben nem nagyon foglalkozol a szabályrendszerrel, az alapvetésekkel, de nem is kell, hiszen ha valaki olyan szintet képvisel, mint te, akkor azt el lehet tekinteni. De hogy alakult ki benned a stílus? Hiszen azért minden fotósnak van egy egyedi stílusa. Nem tudom, talán az a kézenfekvőbb, hogy ezt én normálisan iskolai körülmények között sosem tanultam. Tehát, hogy a 90-es évek közepén elindultak a mindenféle blogok, és akkor ott voltak fotoblogok, amiket én elkezdtem követni, és akkor annak az volt a lényege, hogy minden nap kellett valami fényképet csinálni, ami azt a napot jellemzi. És akkor én így magamtól ezt így elkezdtem csinálni. Maga a vitorlázás része az pedig, aztán egy jó pár ideig abban maradt a fotózás, a színház és a tánc mellett, és amikor legelőször lett olyan telefonom, amivel már lehetett fényképezni, igazából én akkor kezdtem el ezt újra, és addigra már, hál' Istennek, bekapcsolódott az életem a vitorlázás is, és akkor ott a vitorlázás közben próbáltam meg érdekesebb fényképeket készíteni. Ugye a formai kötöttségekhez nem ragaszkodsz a fotózásban, ugyanakkor aki vitorlázik, az nagyon is jól tudja, hogy ott azért megvannak azok az alapvetések, amelyeket mindennél jobban tisztelni és be kell tartani, ha valaki szeretne haladni. Hogy kezdtél el vitorlázni? Hát bárhogy próbálok erre válaszolni, most ez ilyen béna mondat lesz, de tényleg a Jóistennek köszönhetem. A édesanyám öccse ugye Török Bálinton plébános, és a 80-as évek végén nagyon sokat jártam az ottani török bálinti tanosokkal mindenféle táborba.
És hát mindig is hovárogtam be a Balatonra, Balatonfüreden nyaraltunk nagyon sokat, de sosem volt sehogy kapocs, sehogy nem tudtam bekeveredni a vízre, mindig csak messziről néztem. Aztán, amikor a Királyi Napok Néptánc Fesztivál elindult, akkor édesanyám meghívta az ottani fiatalokból egy csapatot, és akkor az egyik srác mondta, hogy figyelj, holnap reggel megyünk vitorlázni Földvárra, akarsz jönni? Hát mondom, akkor végre itt van a pont. Aztán kiderült, hogy az ő édesapukája meg az enyém is matávosok, és hogy akkor a Matáv dolgozói sportklubban van vitorlás szakosztály, és ott lehet vitorlázni. És akkor oda Benő elhívott, és akkor így, ahogy a színház meg ugye rengeteg nyári szereplés engedgette, úgy próbáltam bekapcsolódni a csapatokba. De időközben ott volt neked a színház, ott volt a néptánc, tehát nagyon sok minden, nem távolodtál el tőle, ugye ezt nem azt jelenti, de azért nyilván a nap 24 órájából nagyon sokat kellett foglalkoznod mindazzal, hogy egy bizonyos szintet tarts, mert hogy azért a Cserta család tagjának lenni nagy kihívás ilyen értelemben is, mondom én, hiszen mindig a családod minden tagja a jóra, a legjobbra törekszik. Hát nem tudom, én rengeteg kérésre emlékszem, amikor nyári színház volt, akkor így, hogy egy picit kések, mert hogy éppen verseny van, vagy emlékszem, a Montmartre Bolyának volt a, nem, mindegy, egy másik darabnak, nem annak, mindegy, volt a bemutatója, és például a csapatfotózásról lemaradtam, mert éppen a vitorlás vizsgámról úgy estem be. Hát próbáltam lavírozni, ez egy nagy kérdés, hogy az ember igazából egy dologban nagyon jó, vagy csinál 3-4 dolgot úgy egy picit jól. Én azt gondolom, hogy inkább én az utóbbi vagyok. Nem gondolnám egyikben sem olyan hajde kiemelkedőnek egyébként, de valahogy egy dologban nagyon elmélyedni, az nekem egy picit unalmas, vagy nem tudom, az nem annyira köt le. Tehát 24 órás vagy mindenféle értelemben. Igen. Ha az egyikből egy picit sok, akkor át lehet menni a másik. Ugye most is szeptembertől júniusig tanítok, de nagyon jól esik, hogy nyáron egy picit lehet mással foglalkozni. A tanításnak semmiképpen nem megy a rovására értelemszerűen, de azért a tanítás mennyire fontos számodra? Tehát ugye ez az alapvetés, az életednek az a fele, amely ha úgy tetszik, röghöz kötött? Nem tudom. Igen, tehát a tanítást gondolom még mindig az elsőnek, valahogy... Nyilván a fotózásnak is van egy fantasztikus része, de meg jól esik pillanatokat megörökíteni, de most ha azt mondom, hogy mondjuk egy csoporttal vagy gyerekekkel foglalkozom, most például a Herman Konzinban vagyok osztályfőnök újra, tehát valakikkel 4 évig együtt lenni, meg valamit kitalálni, A-ból B-be eljutni, azt valahogy még mindig értékesebbnek, vagy mélyebb dolognak gondolom, mint mondjuk... nem tudom elkészíteni 2 szép fényképet. Világos, hát ez egyértelmű. Viszont a fotózásban, amikor elmélyedtél, nyilvánvalóan megvoltak a céljaid. Melyek voltak az alapvetéseid? Úgy választottad ezt a sportágat értelemszerűen, hogy a balatoni vitorlások, oké, az rendben van addig, viszont ahhoz el is kell jutni. Hogy sikerült megismerned azokat a hajóosztályokat, azokat a versenyzőket, hiszen ez egy különleges sport, és mondhatom azt, hogy zárt közösség, ha úgy tetszik. Így van. Azt gondolom, hogy itt is nagy szerencsém volt. 2011 környékén ott pont volt egy kis ilyen munkanélküli időszakom, amikor tényleg nem volt fix munkahelyem, és akkor az olimpiai hajóosztályok, tehát nem a nagy hajósok, ez is két részben van, tehát akik a kék szalagon indulnak, az egy másik fajta versenyzés, és más versenyzés a kis hajózás, amik az olimpiai hajóosztályok. És tudtam, hogy Franciaországban, Hierben van egy világkupa, ez pont húsvét környékén volt, amikor így ráértem. És így nagyon szerettem volna ezt az egészet megörökíteni, és szegény Beló azóta már elhunyt, a sailing.hu-t vezette ő, írtam neki egy e-mailt, hogy nagyon szeretnék elmenni oda fényképezni, erre mi a módja. És akkor válaszolt, hogy figyelj, az öcsém a Börtok megy ki Franciaországba, Balatonfüreden hív föl, Füreden délbe indulnak, találkoztok a Darunál. Így is történt. Így is történt. Én azt sem tudtam, hogy ki a Börtök, senkit nem tudtam. És 3 fiatallal beültünk egy mikrobuszba, ők versenyzők voltak, velük együtt laktam,
és mire az országhatárhoz értünk, már kiderült, hogy az egyik lánynak a nagymamájánál vásároltam rendszeresen fagylaltot Török Bálinton, vagy bocsánat, Polgárdin, tehát befogadtak, és akkor ott volt a Pallai Tibor a Börtöknek az edzője, és akkor beültem mellé a motorcsónakba, és akkor ott önképpen 10 napon keresztül elmagyarázta, hogy figyelj, arra kell figyelni, hogy úgy néz ki egy rajteljárás, hogy... Akkor közben nézegettem nyilván a külföldi fotósoknak a képeit, és akkor ezt a kettőt így próbáltam összerakni. Tehát folyamatosan finomítottad a technikádat, és elmélyedtél benne. Igen, illetve hát gyakorlatilag a tavalyi évben állt meg az, hogy ami pénzből befolyt, azt folyamatosan új objektív, másik fényképezőgép, akkor még egy Winchester-t vásárolni, szóval hogy ennek így sosincs vége. Tehát folyamatosan fejlesztened kellett nem csak önmagadat, hanem azt a technikát is. Mikor jöttél rá, hogy jó vagy ebben? Mert azt most ne cáfolj meg, mert jó vagy ebben, nagyon jó. Hogy most már valóban olyan, ehhez kellett megerősítés a versenyzőktől is, vagy szakemberek tanácsát kérted? Vagy mindkettő? Voltam két fotós táborban, ahol engem ez, tehát mégiscsak valaki mondjon már valamit, hogy én mégis mit csinálok. Ez egyik a Vancsó Zoltán volt, másik pedig a Sopronyi Gyula. Náluk voltam ilyen fotoriport kurzuson. És ott például volt a szellemképiskola, ott az egyik, az első tábor után mondták, hogy Gábor, ez egészen ígéretes, figyelj, a második évre fel tudunk már venni ösztöndíjra. És akkor oda végül is én jártam egy évet, de aztán a Fehérvárról való ingázás miatt az végül is ugye elkopott, meg akkor sok minden volt, illetve ők kimondottan előbb-utóbb a fotoművészet fele, kiállító művészet fele, képzőművészet fele ment az irány, és ez itt kapcsolódik egy picit a tánc tanításhoz is, hogy ugyanaz, mint egy koreográfia, hogy én nem vagyok ilyen nagy koreográfus alkat, én nem tudok a semmiből ilyen hirtelen nagyokat alkotni, és ott ugyanez van a fényképezésnél is, tehát ez az előre eltervezem, ki szeretném fejezni azt, hogy berendezem a teret, és lefényképezem, hogy ezáltal valamit én elmeséljek. Nekem ez nehéz, ez nekem annyira nem megy, de hogyha van egy élethelyzet, vagy van egy szituáció, akkor azt gondolom, hogy abban talán meglátom, hogy lásd, hogy mi az érdekes. Vitorlázás, legyen bármely hajóosztály, az már a tiéd ebben az értelemben. Igen. Nehéz volt megszokni ezt a különbséget? Mert azért nyilvánvaló, hogyha valaki elkezd fotózni, akkor mindig jobbra és jobbra törekszik. Tehát te döntöttél, hogy nem a művészi fotózás felé indulsz, hanem hanem a sportfotózás. Voltak olyanok, akikre szerettél volna hasonlítani? Példakép? Hát a Carlo Borlenghi az egy nagyon nagy legendás öreg, de hát ő az események 90%-et mondjuk helikopterből fényképezi, szóval azt úgy, már mondjuk most, hogy már vannak drónok, talán lehet, de hát nyilván volt egy-két olyan fénykép, ami úgy tetszik, hogy ne ezt mondjuk így le lehetne másolni, és hogyha az ember azt lemásolja, akkor talán megvan az a tudása, hogy utána már önállóan tudjon másikat alkotni. Elérkeztél aztán, én azt gondolom, hogy ez egy különleges pillanat, egy olimpia. Most menjünk el Tokióba, helyesebben még nem menjünk el, hanem egyáltalán honnét jött a gondolat, hogy alakult ki, hogy Tokióban ott lehetsz hivatalos minőségedben a vitorlás csapatunk fotósaként. Egy picit erre a hierre visszakanyarodva, akkor látszott, hogy a Berett Zsombor ugye a legígéretesebb versenyző utánpótlás szempontjából, és hát ezt így nem nagyon merem bevallani, de volt bennem egy ilyen hátsó szándék, hogy ha Berett Zsombor körül az ember sündörög, akkor ahogy ő lépked fölfele, talán úgy fotó szempontjából is úgy lehet vele menni, és most így utólag bevallva ez egy hibátlan döntés volt. Illetve nagy szerencsém volt, hogy akkor az MVM Vitorlás Egyesületben versenyzett még a Zsombor, és például 2014-ben, amikor a Riói Olimpiára kvalifikált, akkor én ott már az Egyesületnek nagyon sok egyéb versenyét fényképeztem, és akkor a Ugron Gáspár volt az elnöke a Vitorlás Egyesületnek, és akkor én megkerestem, hogy én nagyon szívesen elmennék Santanderbe, Spanyolországba, hogy ezt a kvalifikációt, ezt így végigkövetni, hogy ebből lesz eredmény, vagy mi történik. És akkor ennek az lett, ők áment mondtak, lett belőle egy anyag, és abból végül is lett egy sikeres kvalifikáció,
aminek következtében én már Rióban is ott lehettem az olimpián, bár az ott nem volt egyszerű, mert ott először csak újságíróként, akkor nem engedtek fényképezni, szóval az macerás volt. Aztán én bedolgozgattam magam így, a Vitorlás Szövetség mindig meg volt elégedve azzal, amit csináltam, és hát így elkezdtem velük versenyről versenyre járni. És tavaly nyáron volt igazából, amikor a Holzhauser András, a Vitorlás Szövetség főtitkára felhívott, hogy Gábor, akkor Tokióhoz mit szólnál? Mondom, hogy mit szólnék? Hát bolond, aki azt mondja, hogy nem. És egészen egyszerűen maradt valahogy, ezt még a mai napig nem tudtam kideríteni egyébként, hogy hogyan. Mondta, hogy figyelj, itt van egy akkreditáció, fotós akkreditáció, akkor menjél. Annyit tudni kell egyébként, hogy összesen Magyarországról 10 darab fotós mehetett. Ebből volt 2 nemzeti sportos, 3 darab MTI, a Magyar Olimpiai Csapatnak volt 3 fotósa, volt egy fotósa az úszószövetségnek, és én voltam a 10. De nem a 10. voltál, hanem az egyetlen, aki ugye, és akkor most már megérkeztünk Tokióba, aki végigkövethetted ugye a Berez Zsombort, Vadnagy Benyámin és a Érdi Mária volt a lányunk. De milyen volt Tokióban? Ugye én már sok történetet hallottam, hiszen te Tokióban laktál, és értelemszerűen a vízes versenyek, mármint a vitorlás versenyek, azok a Tokiótól hány kilométeres? 55 kilométerre volt Enoshima, a légvonalban. Milyen volt ez az út napról napra? Hát az elején macerás, mint utólag kiderült, ezt egy picit én néztem be. Az volt az elsődleges szándékom, hogy ha Enoshimában lakom, akkor egy vitorlás versenyen veszek részt. Ha Tokióban lakom, akkor viszont az olimpián. Illetve az még riói tapasztalat volt, hogy a sajtóközpontban a Canon, illetve a Nikon a fotósoknak ajtót nyit, és gyakorlatilag bármit lehet kérni. Tehát én a saját eszközeimmel nem is nagyon fényképeztem, illetve még szerencsém volt, mert ami problémám volt a saját gépemmel, azt ott ingyen és bérmentve meg is szervizelték. Tehát ezért nekem ez egy fontos dolog volt, hogy akkor én ott ugye a központ környékén szeretnék lakni. És a sajtó munkatársainak van egy belső buszhálózata, ami először a hoteleket köti össze a sajtóközponttal, és utána pedig egy másik buszjárat, ami meg különböző versenyhelyszíneket. És előzetesen én nagyon bátoran jelentkeztem ide, mert azt olvastam, hogy 20 percenként mennek a buszok, aztán kiderült, hogy hát ez az enoshimai médiahotelek között mennek 20 percenként a buszok, úgyhogy nekem reggel 7-kor elment a kikötőbe a busz, ahhoz 6-kor kellett elmenni a hotelből, majd este, amikor bezárt a sajtóközpont, akkor 9:30 indult vissza Tokióba a busz, onnan meg még a hotel buszjáratnak a végén voltam, az még egy óra volt, úgyhogy volt ilyen 1:30 körülbelül, mire haza kellettem. Arra volt mód és lehetőség, hogy közben megcsináld a képeket? Igen, tehát ebből ez volt a szerencse, hogy mivel a busz az később jött, tehát kénytelen kellett lenni, illetve hát nyilván ez elvárás is volt a Vitorlás Szövetség fele, illetve közben volt egy szerződésem még a MOB-bal, hogy mivel a MOB csapatának ugye egy ember kiesik a fotózásból, a tokiói versenyhelyszínek viszonylag közel voltak egymáshoz, de hogyha valaki kimegy, beül a motorcsónakba, akkor gyakorlatilag azzal egy teljes napja elmegy. Világos. Tehát így a MOB részéről is volt egy ilyen szándék, illetve a Vitorlás Szövetségtől is, hogy akkor a vitorlázást azt én fedem le, és akkor a másik 9 fotós az gyakorlatilag tud foglalkozni minden egyéb sportággal. Kijöttünk a vízről, és akkor én ott a sajtóirodában ott a notebookon elkészítettem a napi anyagot. Ilyenkor egyébként tudsz kapcsolatot teremteni a versenyzővel is? Ugye a Zsombor a barátod, ezt mondhatjuk. Hát talán a barátom, igen. A másik 2 versenyzővel is jobban vagyok. Annyi volt még a kérés, hogy az úgynevezett mix zomba, amikor kijöttek, akkor a telefont ráraktam egy tálcára, egy média önkéntes ugye távolságtartás miatt a telefont oda tartotta a versenyző elé, és akkor egy másfél percnyi idő ideig lehetett egy emberrel riportot készíteni, és akkor ott megkértem őket, hogy mondják el, hogy mi történt velük aznap, vagy mi történt a futamokban. Tehát igazából és utána ez a Vitorlás Szövetség honlapján ez megjelenti. Podcast formában ez meg is jelent, illetve ebből írtak anyagokat. Tehát a fénykép mellett egy picit
a beszámoló riport rész is a feladatom volt. Világos, ez csoda pillanat lehetett számodra a Beres Zsombor ezüstérme, hiszen tudjuk, hogy 30 év után, a Litkejék után először nyert, ha úgy tetszik, egy tenger nélküli ország, mert mindenki ezt hangsúlyozta, egy tenger nélküli ország vitorlása Findingiben egy ezüstérmet, fantasztikus siker volt. Te ugye ezt végigkövetted, és azért voltak furcsa vagy kevésbé furcsa események, hiszen ne feledjük, hogy a koronavírus járvány miatt rendkívüli megszorítások voltak. Ezt hogy élted meg? Nem tudom, én nekem egy picit szerintem szerencsésebb helyzetben voltam. A versenyzők voltak inkább jobban elzárva, illetve én azt gondolom, hogy a média munkások azok valahogy egy picit mindig ilyen VIP-b jellegű a helyzet. Egy hotelben voltunk benne, ahol igazából volt két biztonsági őr, akinél reggel fel kellett iratkozni, amikor az ember elment a hotelből, mi az akkreditációs számod, melyik szobából, mikor és hova utazol, majd jött egy másik önkéntes, aki kikísért a buszjárathoz. A buszhoz egy picit annyi még kiegészíteni való van, hogy az elsődleges szempont az volt, hogy 14 napig, akik megérkeznek Japánba, de hát az első 4 nap mind a 4 nap állandóan tesztelni kellett, illetve utána 3 naponként is, hogy nem lehetett a tömegközlekedési eszközöket használni, ezért kaptunk 14 darab taxijegyet. Mindenki. Hát az összegek, amiket így átszámítva forintban egészen horribilis összegek, de ugye ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság adta. Tehát én valószínűleg mondjuk egy ilyen 150 ezer forintnyi átszámított értékben nem igen ugráltam volna taxival a kikötő és a hotel között, de ezt a szervezők taxi egy formájában biztosították, és amikor már nagyon elfáradtam ebbe a buszozásba, akkor jött a 6 darab taxijegy, de ez is igen hamar elfogyott, viszont a MOB-tól még a MOB főtitkára személyesen a hotelembe hozott még 30 darab taxijegyet, tehát a végén én már kicsit könnyebben voltam taxival. Amikor viszont a portán mondtam, hogy én taxizom, akkor nem kísértek, hogy a szomszédboltba azért így be lehetett menni. Értem, tehát azért valamelyest nyitott volt. Milyenek voltak a viszonyok már, mint a versenyzők szempontjából? Ugye mondtad, hogy őket az kicsit szigorúbban fogták, hát ez természetes, egyértelmű. Mi itthon szurkoltunk, mert hogy mi nem tudtuk, hogy milyen a víz, stb., hogy milyenek a hajóosztályban az esélyek. A Berencs Zsombórban bíztunk, az egyértelmű volt, esetleg még Érdi Máriában szintén, aztán nem így jött össze, de most ez teljesen mindegy, hiszen az ezüstérem azért az csoda dolog. Milyen volt belülről látni ezeket a versenyeket? Mert az olimpia mégis mindig más. Nem tudom, mert hát, nyilván furcsa, meg ilyen emelkedett, de 2 éve voltam, illetve 3 éve voltam Aarhusban, amikor a Zsombor világbajnok lett, ugyanezen a versenyen, és például a fotós menedzser hölgy, ő ugyanaz volt, aki intézte a motorcsónakokat. Bemutatkoztam, és akkor előre köszönt, hogy szervusz Gábor, mondtam, hogy szervusz Szuzán. Szóval ugye ez a része, meg az egész szervezés része, az gyakorlatilag ugyanolyan volt, mint egy másik világversenyi, de amikor úgy az ember mégis így kicsit így körbenézett, meg meglátta a hajókon, hogy azért csak ott van az 5 karika, meg azért Tokióban vagyunk, meg, tehát hogy ösztönszinten nekem egy ugyanolyan verseny volt, mint a másik, de hogyha egy kicsit tudatosabban az ember így belegondolt, akkor tényleg volt benne felemelő, meg hogy azért ez ne, nincs minden nap. De így furcsa kimondani, de így első blikre semmi extra. És hazatérve? Az volt akkor, igazából utólag esett le, most, hogy így kérdezed, amikor láttam ott, hogy a Balaton parton, nem tudom hány óra volt itthon reggel, 6:30, vagy amikor a Zsombornak a döntője volt, vagy e körül, hogy mutogatták a videókat, hogy hány klubban együtt szurkoltak. Utána volt a Zsomboréknak a fogadása. Tehát igazából ez, amikor hazajöttem, és akkor a többiek elkezdték mesélni, hogy ők ezt az egészet hogy élték meg, hogy szurkoltak itthonról. Igazából ez az egész dolog így utólag meg akkor esik le, hogy Atya Úristen, tulajdonképpen én hol voltam. Csoda pillanatok voltak nekünk itthon, neked nem különben. Hogyan tovább?
Hát most éppen egy tanévnyitó értekezletről, vagy ugye ma volt a tanévnyitás, onnan érkeztem. Most bevallom, egy picit furcsa is volt a helyzet, illetve most így elő kell szedni a régi anyagokat, és most a tanításba egy picit így jobban belemélyedni. De például ennek az olimpiai hajóosztálynak, a finnek, például holnap kezdődik a magyar bajnokság, amit én fogok fényképezni 4 napig. Hát azt gondolom, hogy ez az olimpiai élversenyzés, ez nem tudom, hogy ez mi fog történni 3 év múlva Marseille-be, hogy hát a Zsombor már nem lesz. És Finn sem lesz, Finn sajnos. Sem lesz, így van, sajnos. Hát a vadnai fiúk, ők nagyon fogadkoznak, hogy valamelyikük most valamit nagyon előfogadni, illetve már is. Hogy én személy szerint mehetek-e még egy körre, még egyszer lesz ebben részem, azt nem tudom. A vitorlás fotózás az nem fog megállni, tehát én ezt így ugyanúgy szeretném folytatni. Örülök neki. Hát, és akkor ígérjük meg, én megígérem a nézőknek, hogy 3 év múlva ugyanebben az időszakban találkozunk. Az úgy jó? Legyen így. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem pedig Csertok Gábor volt, a tokiói olimpiáról esett szó, a vitorlás versenyeket örökítette meg fotókon, nagyszerű fotókon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.